Ez lett az első ruha, ami elkészült. Ugye itt egy nadrág elejét láthatjuk, ez pedig itt egy hát nadrág oldalrésze. Itt különböző anyagrészek, farmer nadrágokból, itt a zsebeket láthatjuk bújtatókkal összevarva. Megunt farmer nadrágokból tervezték és varták a Nyíregyházi SC Veselény is divat és stílus tervező szakon tanuló diákjai ezeket a látványos ruhákat. Az alkotások a Magyar Divat és Design Ügynökség, valamint a Startup Campus Kerülj képbe év felfedezettje című pályázatára készültek. A programot a divat, a design és a kreatív szakmák iránt érdeklődő, nappali tagozatos szakképzésben tanulóknak írták ki. A csapatok az ipari forradalmak varógépektől a robotokig témakörben alkothattak. Az országos megmérettetésre 26 csapat összesen 100 diákja jelentkezett. Itt ért el dobogós helyezést a Veselényis Lányok Kreatív nevű csapata. A divat kategóriában második helyezést értek el a lányok. Óriási dolog volt látni őket a dobogó második fokán tulajdonképpen. Erre készültünk, és azért nyilván voltak reményeink, hogy jó helyezést érünk el, de azért ott ezt ilyen erős versenytársakkal megélni azért egészen más volt. Budapesten azt gondolom, hogy országos szinten vidéki iskolaként ott lenni mindig egy picit nehezebb feladat, de szerintem a lányok maximálisan jól vették az akadályt. Azt gondolom, hogy nagyon jó csapattá értek, nagyon jól feltöltötte őket ez a projekt feladat, mert hogy ezt egy projektként kezeljük tulajdonképpen. És hát csupa jó élményünk van ezzel kapcsolatban. Akik az első rostán átmentek, egy mentor programba kerülhettek. A lányoknak Ferenc Borbála divattervező segített a kollekció összeállításában, aki a fenntartható divat elhivatott képviselője. A környezettudatos és a do-it-yourself szemlélet kéz a kézben járnak. Ez is fontos szempont volt a pályamunkák tervezésénél és elkészítésénél. A csapat tagjainak ez volt az első ilyen együttműködése. Furcsa volt számunkra, mert sose gondoltuk, hogy együtt fogunk dolgozni egy divat diktátorral, úgymond. És meg voltunk szeppenve nagyon az elején, és féltünk is tőle, de nagyon összetudtunk hangolódni, összekovácsolódtunk, és sok újat tudott mutatni. A rojtozást is ő mutatta nekünk, és nagyon sokat segített a munkánkba. A kreatív tagjai Barnai Vanda Vivien, Dobrai Orsolya, Gagna Vivien és Pellei Hajnalka voltak. A lányok az országos elismerés után sem pihennek. Jelenleg a szakmai vizsgájukra készülnek gőzerővel. Fontos szempont itt is a fenntarthatóság. A tervek már elkészültek, az ötletelés és kivitelezés azonban még folyamatban. Minden diák 3 darabból álló kollekciót var, amelyből divatbemutatót is rendeznek majd.